idén már 52 éve vagyok a HTR tagja. Úgy kezdődött, hogy munkahelyre, mert a belépéskor megkérdezték, hogy tagja vagyok-e a HTR-nek. Ez a kérdés olyan volt, hogy rögtön tudomásul vettem, hogy nem illik azt mondani, hogy nem, de miért is, természetes. Akkor természetes volt, hogy mindenki tagja. Jó 30 éven keresztül én nagyon haszonélvezője voltam a HTR tagságnak. A HTR-n keresztül lehetett a világ technológiai fejlődésébe igaziból betekinteni. Ez egy kiváló közösség volt, nagyon jó konferenciákat szervezett, ahol hallgatóból az ember előadóvá tudott avanzsálni. Külföldre jártunk már akkor konferenciákra. Ez egy nagyon kiváló fórum volt, a szakma elitjével lehetett találkozni. Az én megítélésem szerint az ország egyik legértékesebb szakmai civil szervezete, mert minőségi szakmai munkát végez, azért, mert minőségi tagokból áll, magas a reputációja, jó a tagsága, és a HTR-nek van pénze. Ez utóbbi nagyon fontos dolog, mert hiába lenne tagsága, ha nem lenne pénze, ettől tud igaziból attraktív lenni, nagyon jó konferenciákat szervez, kiváló szakosztályai vannak. Egy lehetőséget ad mindenkinek, akinek van ambíciója, tudása és tudásvágya, mert a kettő az abszolút együtt kell, hogy járjon. A HTR-nek rengeteg esemény van. Tehát én nekem az a meggyőződésem, hogy hiába van mindenféle webes felület, semmi nem ér annyit, mint egy távközlési klub 50-80-120 személyes összejövetelén részt venni, és ott lényegében a témához tartozó magyar szakmai nagyságokkal és a szakmai iránt érdeklődőkkel találkozni, akik olyan helyekről jönnek, akikkel egyébként biztos, hogy manapság lehetetlen találkozni. HTR 75 éves, és érdekes, hogy ez a szervezet olyan életre valóságot tud mutatni, hogy akinek nincsenek céljai, soha semmilyen célt nem fog elérni. HTR-nek most már egy dokumentumban foglalva megvannak a céljai, és van egy akcióprogramja, aminek keretében mindenki dolgozni fog ezen célok elérése érdekében. Ebben benn van a szervezetfejlesztés, működésfejlesztés, tagságfejlesztés és a szakmai horizontnak a kiaknázása. Ugyanis a HTR a legszerencsésebb szervezetek közé tartozhat, amiatt, hogy távközlés, informatika, média a szakterülete, ami újdonság történik a világban, jelentős részt ezeken a területeken történik. És olyan új szakterületek nyílnak meg, amire a HTR, hogy mondjam, jogot formálhat, fölveheti a konferenciái napirendjére, szakosztályok alakulhatnak, kisebb munkacsoportokat hozhat létre, akár klubokat is, ahol a fiatalok magukat is megmutathatják, és másokat megismerhetnek.